80. születésnapjára készülünk Gyula bácsinak. 80 év az hosszú idő, és a Fradi korszak az talán elég furcsán kezdődött, mert hogyha minden igaz, akkor Gyula bácsi az Újpest felé is orientálódott, talán Szusza Ferenc bácsi volt a nagy kedvenc. A Feri bácsi az igen szimpatikus volt nekem, aztán Szusza a név, aztán civil apáján láttam is. Gondoltam, nem akartam oda menni, hát édesapám nagyon is vágott volna. Az egész család, mindenki fradista volt, tehát ez természetes. Inkább leléptek, elzavartak volna, hogyha ilyet nálunk, szó se lehetett erről. Nekem például a öcsi bácsi Puskás mindig az volt a kedvencem. Érdekes, nem? Fantasztikus volt. Jöttünk az a Dél-Amerikából, és repülőtéren vártuk a csatlakozást. Egyszer, hol az anyátok? Anyátokban vagytok, nyilasok, én öcsi bá, kiabált. Felálltunk szépen sorba, odajött, végigment mindenki, ez kezet fogott, és odajött hozzám, mondom, tisztelt Feribe, Rákosi az anyám, mi az, hogy tiszteletem, öcsi, kész, szevasz. Nagyon megszerettem, mert nem csak azért, főleg azért, mert mikor ő elhagyta Magyarországot, kint újra menőjátékos lett, és ez nagyon nagy dolog. Itthon egy kicsit meghurcolták, kicsit nagyon, és kiment, volt egy pár kiló rajta, és ezt mind leadta, és újra sztár tudott lenni a Real Madridban, úgyhogy ez egy nagyon nagy dolog. Nem véletlenül, a mai napig is emlegetik világszerte. Öcsi bácsira majd még visszatérünk meg a nagy legendákra, de kicsit így visszatérve a kezdetekre, mi volt az, ami megtetszett a Fradi kapcsán Gyula bácsinak, ami először így megfogta magával? Hát a közönség, hát fantasztikus, hát más se hallott az ember, vagy az utcán, vagy a családba elmentünk. Elég nagy volt édesapám családja, azt hiszem heten voltak testvérek, úgy bőven is. Összejött a nagy társaság, soha máshol nem volt szó, csak a Fradiról. Hát ez benne volt az emberek vérébe, nagyon sok fradista volt, úgyhogy, és nem titkolták. Ma is van sok fradista, elég sokan titkolják, hogy fradisták, hogy miért, azt nem tudom. És milyenek voltak Gyula bácsinak a szülei? Mert róluk talán kevesebbet lehetett hallani. Édesapám postánál dolgozott a 40-es években, utána letette a hivatásos gépkocsi vezető, hát gépkocsi vezetést, és akkor szintén a postánál dolgozott, azt utána elment a gázművekhez. Egyszerű, rendes ember volt. Hú, nagy darab, magas, nem ráütöttem. Hál' Isten, vagy sajnos, nem tudom. Nem, így a jó, ahogy van. Inkább én édesanyám ráütöttem, a húgom az még édesapámra, és imádta a Fradit, és már az első percben volt az, aki szülött, hogyha rossz helyre passzoltam a labdát. És belsőleg kire ütött Gyula bácsi? Inkább apukájára, vagy anyukájára? Húha. Mind a kettőre, is. Mik voltak azok a tulajdonságok, amiket megörökölt tőlük? Hát édesanyám az a szorgalom, hát amit egy mamának kell tenni a családért, azt próbáltam. Édesapám meg az, hogy soha nem adott fel semmit, mindig mondta, hogy mennyi a hajtsány, gyűjtsd az erődet. Szóval ezek olyan dolgok voltak, és a kettő összejött, és valamit sikerült kihozni abból a kettőből. És milyen tanuló volt? Nagyon erős, közepes. Nem mondom azt, hogy négyes, inkább közel. Azt vállalom. Azt vállalom, mert volt egy-két tantány, amit nem nagyon szeret, matek, mértan. Ezeket valahogy nem szerettem. Legjobban a tornát szerettem. Pillanatok alatt megbüntettek, hogyha nem olyan jegyet hozott haza az ember, amikor osztályoztak bennünket, és a büntetés nem az volt, hogy ennyi, hanem figyelj, így hétig nem mehetsz le az utcára. Nekünk abban az időben ez nagyon-nagyon nagy büntetés volt. Mit csinálják fönn a lakásba? Ha meg az öröm, hogyha azt mondják a fiatalok, hogy nem mehetsz, örül, hogyha fönn lehet, sőt, nem is mennek. Úgyhogy ez kellettlen dolog volt, és mindig próbáltam úgy csinálni a dolgot, hogy meg be kellett segíteni, mivel házmesterek voltunk, be kellett segíteni, és besegítettem, az természetes dolog volt. Ugye mindig a foci kerül szóba először Gyula bácsi kapcsán, akár amikor fiatalok voltak, de akkor azért elég vészterhes idők voltak, ugye a háborúból sem volt hiány. Mi az, ami megmarad Gyula bácsinak? Például, ha minden igaz, akkor az édesapját 4 évesen Nagyváradra igen, helyezték, és a család is követte.
postán dolog, hát mentünk, természetes dolog, és nehéz időszak volt, mert édesapámat aztán beívták katonának, mi meg ahogy el lehetett intézni, hát jöttünk vissza. De hát ott bombáztak szépen a vasútállomáshoz, közel laktunk, és bizony, amikor bombázták a vasútállomást, rezgett a kunyhó, mert nem olyan pincék voltak, mint a mosti szép, jó pincék, hanem kellett fogni az ajtót, hogy ne vigyek ki a légnyomás, főleg minket. Kegyetlen idő volt, és akkor visszajöttünk Budapestre, azt édesapám leszerelt, és akkor újra együtt csináltuk a dolgokat. Mennyi ideig volt távol az édesapja családjától? Hát szerintem, ha jól emlékszem, egy 2 évig biztos, mert fogságba is esett. Ügyes volt, mert amerikai fogságba esett, és nem oroszba. És onnél jött haza büszkén, hogy fogságba is esett. És beálltunk a sorba, és ő vezérletével csináltuk, amit kellett. Addig a 2 évig gondolom nem is tudtak kapcsolatba lépni vele. Hát nem nagyon. Akkor nem volt, mint most, hogy mobiltelefon meg minden, szóval híreket vártuk, hát ha jön egy valaki, aki látta, hallotta, sokáig se tudtuk. Hát jó, hát én olyan fiatal voltam, nagyon nem is figyeltem ezekre a dolgokra. De édesanyám volt a főnök. És milyen volt, amikor visszatért? Hát nagy volt az öröm, hát ez természetes dolog, hogy a papa visszajön, az mindig nagy öröm. És örültünk, és a húgommal együtt, mert akkor már a húgom is megszületett, úgyhogy örültünk nagyon. És az 56-os szabadságharc, az mennyire hát maradt meg élénk el? Akkor már ugye idősebb volt, mint az előbbi világháborúnál. Hát igen, az már egy kicsit keményebb volt. Hát mivel mindenki megindult a határfél, édesapám is gondolkodott, és a fővárosi autóbusznál dolgozott, és mondta, hogy családnak, hát édesanyámnak, hát mi nagyon nem szóltunk vele, mert akkor a mama meg a papa a szent dolog volt, nem voltál még most, hogy vissza lehetett beszélni. Az, hogy kimenjünk. Papa nagyon akart, édesanyám. Na, azt mondja, holnap után idejövök egy busszal, úgy hívták, egy nylon busszal, mert fönt a tetej is egy ilyen üveg, műanyag, akármi volt, ezt hívták nylon busszal, hogy ideáll, és akkor aztán este eldöntötték ketten, hogy mégsem megyünk ki, hál' Isten. Én Népstadionnál laktunk, Előhozmond a utca 14. kerület, közel volt, akkor úgy hívták, hogy azt hiszem Szófia étterem, most ha jól tudom, Tököli. Mindig oda mentünk ki, már ilyen fiatal, az később, mikor játékos voltunk, akkor a csibészekkel, más játékosok, más klubból ott találkoztunk, és akkor mentünk befel az éjszaka, Pipatyi és a stb. Hát kimentem én is, és hát ott nagy csődület volt. Én valahogy mindig, nem tudom, ezektől valahogy féltem. Nem tudom, hogy miért. Azt jött egy nagy terrorautó, és tele volt. Nem tele volt rajta egy pár ember, de karácsonyfa úgy néztek ki mindenféle fegyver. Gyertek közénk, kevesen vagyunk. Hát mondom, én magamban nem tudom, hogy sikerült. Eldöntöttem, hogy inkább hazamegyek. Szüleimet féltettem, hogy... És akkor indultam hazafele, a Népstadion úton végig, akkor Stefánia út, nem Vorosilov út volt, és most Stefánia út, és a Főtanintézetnél az úton ment egy páncélautó, egyszer csak csörömpölés, hogy odalőttek, megakadtak ki, ezt mert már este volt, nem tudom, csak néztem, hát egy szovjet kocsi volt. Biztos nem akartak ijeszteni, nagyon gyorsan futottam haza. Hát otthon megkaptam, hol voltam, mert ez oda már késő este volt. Úgyhogy nagyon nem. Hát aztán olyan értelemben másnap a nagymamám a Donk utcában lakott, és édesapám mondta, hogy menjél már el, nézd meg, hogy mi van nagymamával, telefon, nem volt. És akkor elindultam, természetesen gyalog, és odaértem, akkor, ha jól tudom, a köztársasági térnek hívták, ahol volt a nagy pártház ávosokkal teletűzdelve. És ott hát én is, mint fiatal srác, nem lehetett menni, mert lövöldözés minden, és a útról, kintről, Fiumei út, ha jól tudom, onnél néztük, hogy mi van, és egyszer csak jött 3 tank, én nagyon megijedtem, de hát többen voltak, nézték, befordult balra, és akkor oda ment a pártház elé, és először úgy állt, hogy mondom, most merre fog ez lőni, ide vagy oda, ahol a felszabadítók voltak, szabadságharcosok, mert felszabadítottak bennünket, hál' Isten, és
pár perc után tudom, az ágyú, pártház, és egy pár golyót beeresztették, és utána jöttek ki, akkor már lehetett venni, és hát ott, ami mai napig bennem van, hogy lábna felakaszva lógtak a egy-két úriember, akik ben voltak a házba, onnét lövődöztek ki, kijöttek, aztán nagyon verték, felakasztották. Ez egy kemény dolog volt. Gyorsan tovább mentem a nagymamámhoz, megnéztem, jól van, utána vissza ugyanez az úton megtettem. Hát öröm volt, mert ott volt egy kis sikerélményünk. Egy évet voltam a busznál, egy nagyon lényeges, kor engedménnyel, édesapám elintézte, és mint kalauz dolgoztam. Nagyon kegyetlen dolog volt, mert nem úgy volt, mint most már igaz nincsen, de ülő kalauz nem volt, hátul kellett állni, volt egy korlát, abba kapaszkodott az ember, és jegyeket. És szólt, hogy igyekezzenek, menjenek előre. Édesapámmal együtt jártunk a 31-es buszon ki, egy Rákos keresztül fel, az volt a vonal, kifele az a 15-20 percet sikerült hátul lefeküdni, vagy leültem és aludtam, de ha volt utas, papa megállt, egyből kiabált, kelj fel, mert utas lesz, egy kifele, befele, telt ház volt, szóval nem volt gond, és az egészben az az érdekes, hogy a fővárosi autóbuszban megtanulta az ember azt, hogy keménynek kell lenni, oda kell figyelni, ezt úgy benne marad az emberben, mert ott nem lehetett, a utasokkal nem lehetett szórakozni. Picit így a focihoz közeledve, mikor találkoztott először Flóri bácsival? Hát 52-ben jött ő is, csak hát az volt a különbség, ő 3 évvel fiatalabb volt, és hát nem egy csoportba kerültünk, de aztán nagyon gyorsan megelőzött, mert hát jobb játékos volt. Látta rögtön róla, hogy... Nem, csak azt lehetett látni, hogy egy vékony, ilyen vékony kis beesett mellé kis játékos volt. De aztán később, amikor hát úgy megmelegettünk, megkaptuk a 53. február, aztán februárban kaptuk az igazolást, leigazoltak, és nagyon büszkék voltunk. És valahogy úgy összemelegettünk. Azt később, amikor már jártunk a Fradival, jártunk a válogatottal, egy szobába kerültünk, és soha ő megadta a tiszteletet, a 3 év különbséget, soha nem volt vita. Hát mondjuk annyi volt, hogy mentünk fel a szállóba, a szobába, bementünk, azt mondja, kicsi, ez az én ágyom, válasza, melyik a tiéd, hát melyik az enyém, hát melyik lehet. Hát. Szóval ilyennek voltak, de hát ebben én nem csinálom sose ügyet, hogy ő döntött, mert hát én már akkor ismertem, hogy nagyon jó játékos volt. Amikor már rutinos játékos volt Gyula bácsi, akkor azért mondták, hogy ha valaki nem úgy tette oda magát a pályán, vagy nem volt elég lelkes, akkor azért oda kellett szólni, és azért ez Gyula bácsi is megtette. Flórira bármikor kellett szólni valamiért? Vagy volt, hogy rászólt hát pályán? Különlegesen nem kellett. Egyszer szóltam neki, az épp az öreg fűknál volt. Hátul játszottunk a Gyáli úton, akkor ilyen földes pálya, Evi volt az ellenfél, és a Flórika szépen megállt a helyét. Hát ottan az öreg fűkre egy ember nem lokhat ki a sorból, mert a szijázik akadt. Többi tíznek többet kell futni. És Florikó megállt, 1-0-ra égtünk, mentünk be, mi van kicsi? Nem szóltam hozzá, mi van? Hát mondom, ne viccelj, hát te vagy a legfiatalabb, neked kell legtöbbet futni, csezd meg. Hát 1-0-ra égünk, hát azért figyelj már oda. Szóval jó van, akkor kimegyünk, meg húzzuk. Hát mondom, ha benne vagy, kimenti, azt 4-1-re győztünk. Szóval jöttek be a labdák, és voltak ilyen, de nagyon nem kellett. Szóval ő tiszteletben tartotta a 3 év különbséget. És milyen volt az a Fradi a pályán kívül, amelyik hát az 50-es évek után, amikor már stabil kezdő játékosok voltak? Hát a 50-es években nagyon-nagyon, hogy mondjam, sok vidéki születésű srác volt, igazi fiatal emberek voltak, jó játékosok voltak, és mind úgy szeretett barátkozni, és ez nagyon nagy dolog volt, és ezt a dékány dalnokin keresztül vittük mi is tovább, úgyhogy próbáltunk olyan Fradit összehozni, hogy családias legyen. Jó volt együtt lenni, örültünk, alig vártuk, hogy együtt legyünk, úgyhogy ez bennünk volt nagyon. Kik voltak a legközelebb álló személyek Gyula bácsival? Én erre büszke vagyok mindenki, minden játékossal. Nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Igaz, hogy sokszor többször megsértődtek, elmondtam a véleményemet, és hát a fiatal ezt mindig
volt egy időszak, amikor már vége fele jártunk, hogy idősebbek, fiatalok, és ott a vezetőség csinált sok-sok több hibát, és emiatt a morgások voltak. Volt olyan is, hogy Varga Zoli felkért, hogy kicsi állját hozzánk, ez a fiatalság. Mondom, miért, mi a probléma? Hát azt mondja, lassan mi jövünk, most még ti vagytok, hát a Flóri, a Fenyvesi, Jómagam, Szűcs Lajos, szóval még úgy jobban tartottuk, tiszteletbe tartottak bennünket, de már ügyködtek a fiatalok. Hát ez mindig így van mindenhol, nem, hogy a fiatalok szeretnének már minél előrébb lépni. És akkor mondtam neki, Zoli, jól vagyok, én így segítek nektek, ide is minden. Soha nem volt egy rossz szó ez ellen. Ugye ott volt az, amit így a sajtó így nagyon felkapott, az eltiltás a Gyula bácsinak, vagy volt valamilyen elszólása, azt egy utólag hogyan látja? Nem volt elszólás, az kerekperre zűrzavarok voltak, és a vezetések azt mondták, hogy minden rendben van, Fraidán, nincs semmi probléma. Ott nagyon éles volt már a idősebbek, fiatalabbak, és az edzőnk úgy csinálta a dolgokat, hogy főleg a fiatalokat és az öreket, hogy kicsit úgy próbáltam mellőzni. Persze nem tudtam, mert azért még kellettünk a csapatba. Semmiatt volt egy nyilatkozatom, amit a vezetőség rossz néven vett. Nem mondtam külön, megkérdezett az újságíró, hogy mi a helyzet most a Fraj, ez Tatán volt. Mondom, most csend van, nyugalom van, de a avar alatt a parázs még működik. Az mit jelent? Hát mondom, bármikor lehet nagyobb gond probléma. És ez okon vették, aztán lett egy összehozott fegyelmi tárgyalásom. Összeültek, és az eltársak, és mondták, hogy el fognak tiltani. Ez volt egy úriember, Técsi Gyula bácsi, hiszem a szakosztály elnöke volt, ha jól tudom. Azt mondta, várjatok. Gyulával kimegyek a folyosóra, kimentünk a folyosóra, azt mondja, figyelj ide, kicsi. Bemegyünk, mondd azt, hogy elnézést, bocsátott kész, de eltiltunk, de föl lesz-e függeszve. Jó, visszamentünk. Mert bármit mondanátok, mondta, Gyula szeretne valami, én nem akarok semmit se. Sejtítottak úgy, hogy belesett egy hónapom. Két válogatott mérkőzés, két bajnoki, hát ez pénzben azért nem volt kis összeg. De nem, úgy éreztem, hogy igazam van, és később be is igazolódott, mert azért a problémák lassan megoldottak. Amikor olvastam ezt, akkor az jutott eszembe, hogy ez a nagy igazságérzet, ami Gyula bácsiban akkor volt, hogy az mennyire származott az édesapjától, mert az édesapjával kapcsolatban pedig volt egy olyan történet, amikor valamelyik mérkőzés után a rendőrök... Ügyködtek a rendőrök. Hát ez szívére vette édesapja, édes. És mennyire volt párhuzam a kettő között. Salgótarjánban történt, ott játszott a Ferencváros, és édesapám, hát hogy a szülők, a barátok mentek, elől a feleségek, mögöttek jöttek a férfiak. Édesapám soha nem szeretett semmit se a zsebibe tartani, nem tudom, valahogy én sem nagyon szeretem. És egyszer csak oda ment mellé egy civil, azt mondta, nálad alacsonyabb volt. Na mindegy, az kérte az igazolványt. Azt mondja, nincs, szólt édesanyámnak, mama, négyszeres hozz ide, oda vitte. Azt mondja, jöjjön velünk. És eltűnt. Édesanyámék meg nekem nem mertek szólni, egyik vezető szólt, hogy hagyja, nem, rendben lesz minden, és nem lesz rendben semmi. Vége volt a meccsnek, és akkor jöttem, és édesanyám meg ógom, ott sírtak. Mondom, mi van? Apa, meccs előtt már elvitték, nem tudjuk, mi van. Hát menjünk a rendőrség vele. Mentünk, és félúton találkoztunk. Hát egy kicsit cipőfűző ki volt, kicsit fel volt duzzadva az arca. Ezt papa elmesélte, hogy azt mondja, ilyen kis palütöt vágott engem. Azt mondja, félkézzel bele nyomtam volna a betonba. Hát, szóval az volt az egésznek a lényege, hogy én olaszba hoztam neki egy ilyen háromgombos kis rövidújú púcsit. Almazért, szóval nem az a rikita, és a rikita akkor mi, akkor is zöld, nem? És ezen megsértődtek. Hát előzmény az volt, hogy riasztották az egész megyet, hogy jönnek a fradisták, milyen balhé, minden is. Hát volt felügyelet, rendőrség, mindenki volt, és hát édesapám ott az öld ing miatt elvitték. Nagyon nehezen. Na, és akkor papa beütünk, mert kocsival jöttek le, édesapám vezetett, és akkor hazafele, akkor elengedett az edző, akkor velük mentem, és hazafelé én vezettem.
se elmondta, hát elmondta. Kocsiban nem is igen tudott beszélni, annyira ki volt. Soha nem volt semmi dolga a rendőrséggel. És a francia úton laktunk, egy ilyen egyszobás, egy szoba konyha, meg egy kis, akármilyen kis helység, az volt az enyém, és mindig nézte a vasutat. Pont a maga első emeleten laktunk, és a vasútra rá ott állt, és mindig nézte. Mondtuk, papa, mi van? Édesapám, tessék, hát ezt nem bírom, hogy engem ütöttek azért, mert fradista vagyok, és hát ez nagyon mélyen belém ivódott, és mondtam, hogy édesapám, megoldjuk valahogy, nem, azt mondja, inkább én öngyilkos leszek. És akkor szóltam a vezetőségnek, hogyha lehetne a lakásba, segítsenek, és akkor sikerült egy lakást összehozni, és akkor elköltöztünk onni. Nagy nehezen megnyugodt, de mindig benne volt, hogy ő nem tett semmit. Élmunkás volt édesapám, úgyhogy mindent a munkáért tett, úgyhogy. És ez nagyon bántotta, és ez végig rajta maradt, hogy fradér, a fradér minden, de hogy semmiért nem ütöttek, azt azért nem tudta elviselni. Akkor lehet, hogy ez volt az, ami miatt Gyula bácsinak is az az igazságérzete az ennyire bántotta, az a későbbi eset? Nem, én mindig ilyen voltam kicsi koromban is, hogyha egy nagyobb ütött a kisebbet, akkor neki mentem. Jó, engem is elvert a nagy, akkor is neki mentem. Nem szerettem a igazságtalanságot. Mondja szemembe a vezető is, akár az én koromban, akár most bárhol, hogy ez van, és akkor agy azt mondom, igazam agy az, hogy már elnézést egy kicsit ezt rosszul tudja. Ez engem mindig zavart. Hát miért kell mellé beszélni? Hát ez, a csapatnál se lehetett mind edző mellé beszélni, és emiatt volt is balli, hogy igen, majd lejön a vezetés, majd meg fogják beszélni magukkal, hogy mikor lesz, mert csúszott a pénz. Ezt a vezető nem jött le, és emiatt hát morgolódás volt. A játékosok mindig balhéznak, hogyha nem jön a pénz. És engem is ez nagyon bántott aztán. Ez is kellemetlen időszak volt, mert kicsit szembe kellett kerülni a vezetőkkel. Játékos pályafutása végén ott mennyire voltak korrektek Gyula bácsival? Hogy ott ők javasolták, hogy fejezze be, hát ez amikor még azért... Ez egy érdekes dolog volt. Jöttek a fiatalok, és nem is rosszak. Kő, Muha, bal oldalra. És tudom, hogy akkori egyik vezető az próbált bal összekötőt szerezni az én helyemre, de mindegy. És Harolt János volt akkor az elnök, ez 72-ben volt, és felhivatott. Azt mondja, Gyula, figyelj ide, lassan kiöregsz a csap, körül kéne nézni, ifj egyet el tudod vállalni. Hát mondom, jó csapat volt, nagyon jó kis csapat volt. Hát mondom, Jani, hát hónap visszajövünk és újra, mert ez a vállalatlanul ért. Hát még két évben nem volt, szóval azért még tudtam volna egy kicsit valamit nyújtani. És az edző például olyan volt, hogy leütetett a kispadra, akkor cserébe, hogyha gubanc volt. És milyen érdekes az élet, ott rúgtam. A ritka volt, mert inkább a Flóri szerezte, és ezért aztán kispadról is, ha lehetett. A lényeg az, hogy másnap mentem, és az hallott Jani, azt mondja, figyelj ide, fiatal, most hagyod abba, ifi egyet, jó, mégis azok már, hát a fiatal emberek azért, az már, hát hogyha jövőre is, akkor tiéd az ifi, egy vállalad a ifi kettőt. Megint gondolkodás időt, megyek. Na, Jani bácsi, kérdezhetek valamit? Ezt mondja nyugodtan. Mondom, elvállom az ifi kettőt, és jövőre én vagyok. Azt mondja, igen, komolyan, na, nem hiszem, de mondom, elhiszem. De mondom, Jani bácsi, biztos, hogy jövőre is te vagy az elnök? Na jó van, azt mondja, igazad, te lesz az ifjének az edzője. Így lettem edző, hát volt játékos, aki nem akarta, hogy én legyek már az ifibe, visszamondták, de aztán nem volt semmi, mert aztán meg is, rövid időben meg is nyertük a bajnokságot. Jó csapat volt. Nem volt nehéz. Gondolkodtunk rövid ideig, Flória, mi van? Ő is rám nézett. Hát mondom, mondja te, hát, hogyha te is elvállod, akkor én segítek. És akkor elvállaltuk. Ó, nagy volt az öröm, minden. Mondom, lenne egy kérdésem, Flóri levetkőzik, csinál. Ő a vezetőedző, én a pályaedző.
levetkőzik, azt mondja, hát Gyulát, hogy képzel hallgitártás, hogy képzel ilyet? Hát Flóri reprezentál, megy, pénzt szerez, tárgyal, minden, mondom, és egyedül én csináljam. Hát, van valami elképzel? Mondom, lenne. Szűcs Lajos barátunk, ha lehetne, akkor nagyon szívesen. Flóri elvállalná? Természetes. És akkor így lett. Szűcs Lajos hármas, Flóri volt mindig a vezető, én voltam a pályaedző. Az pályát nem kedzeni, második edző, de Flóri azt nem szólt bele semmibe, az az igazság. Amikor bármi probléma volt a játékossal, akkor mondtam neki, ez történt. Kicsi, te vagy a vezetőedző, döntsd el, hogy bünteted, nem bünteted. Elmondtam az összeállítást, összeütünk, mikor vége volt pénteken, vagy szombaton, akkor még vasárnap volt a meccs, ha jól el, mindegy. És azt mondja, Kicsi, te dolgoztál egész héten vele, hát te tudod. Szóval azért megbeszéltünk dolgokat, de leütünk szépen, Flóri középen, szembe a elnök úr, és akkor hát mondta a dolgokat, Flóri is mondta minden, mindenről beszéltünk, csak arról nem, hogy tulajdonképpen most mi jöttünk fel. Hát azt mondja, hát hogyha megbeszéltünk mindent, akkor oké. Okay. Na Flóri, hát nem ezért jöttünk fel, adjál már békén. Szóval Flóri neked nem szerette. Mondom, elnézést, nekem lenne egy kérdésem. Papírmunka, stb. Pénzzel kapcsolatban. Hát ha anyagi követelés lenne, lépne fel, akkor föl lehet állni, el lehet menni. De nem álltunk fel, hanem csináltuk aztán. Meg fogom keresni azt a papírt, meg fogom mutatni, hogy hol van. Egy papír, mind a két oldalán oda van gépelve bizonyos dolog. Tudom, erre azt mondják sokan, hogy lettem buta, miért írtam alá. Nem érdekelt minket. Mi játékos korunkban se volt az, hogy hú, most ezért a pénz, hú, csak a pénz. Győzzünk, mindenki örül, és ez volt a szemléletünk. Hát öcsi bácsi, hát ő 56-ban kiment, igaz? Én kint ismertem, itthon én nem ismertem öcsit. Kint ismertem meg, és 73-ban volt egy Európa öregfiúk válogatottja angolok ellen, és meghívtak engem is. Hát én voltam a kakukktojás, Augusto, Rákosi, Gyoncsász, Puskás, Gentó, ez volt a csatássor, úgyhogy el kell képzelni. És valahogy úgy összemelegettünk, és nem tudom, lehet azért csípett engem, mert alacsonyabb voltam nála. Még ott a meccsnek volt a banket, minden, azt el lehetett menni. Azt egy kicsi gyereben bemegyünk a kaszinóba. És mentem velem. Odaértünk az ajtóhoz, öcsibám be, én előttem megállt a öcsi megfogta, aztán mi van? Mondom, nem enged be. Szólt neki abban a pillanatban. És akkor ott játszott, pillanatok alatt nyert 40 fontot. Azt mondja, na gyere, megyünk. Hát mondom, ne viccelj, most indult be az üzlet. Szóval figyelj, de beetettek. Betettek, de én nem adom nekik vissza, mert ha most itt maradnék, nem hogy nyernék, minden pénzt elvesztenék. És akkor kijöttünk, és bármikor olyan helyen volt, vagy valami, akkor mindig összejöttünk. De sokat nem jártunk össze, mert hát mivel ő kim volt, én meg itt voltam, hál' Isten. De aztán ugye hazatért Öcsi bácsi, és akkor itt az első kép, amit kerestünk, ugye ez volt az, amikor jó, hát ez a Népstadion, 1980. Azt mondta Gyula bácsi, hogy az egyik ilyen kedvenc meccs, amelyikre így emlékszik. Ezt megmondom őszintén, mindig megnézem. Nem úgy van, hogy porosodik. 1981 Népstadion telt ház, és akkor jött haza először az Öcsi bácsi. És hát benne volt még az a félsz azért, szóval nem véletlen. Fölálltunk, köszöntöttük a közönséget, és volt a dísztribűn a pártvezetőknek, Öcsi már egy kicsit meghajott arra felé. Nem szánt, de ez csak olyan visszagondolva a régi dologra. Na a lényeg az, hogy aztán Budapest vidék, én mint pesti ember hova kerültem? Vidéki. Öcsi bácsi a szembe, ment a játék, Öcsi már rúgta az első gólt, én egyenlítettem, utána megint ő rúgta. Én megint egyenlítettem, oda mentem hozzá. Mondom, Öcsi, bár, balhé van. Mi van? Mondjad.
Hát mondom, nézd a táblára, a villanytáblára. Mondom, nézd meg, ki van írva. Puskás Rákosi, Puskás Rákosi, mondom. Na, menj az anyád, és akkor mondta a szöveget. Akkor esett a tantusz, hogy viccettem vele. Azért emlékszem szívesen ezekre a dolgokra, mert ha most megnézem, sokszor az ember erőzékenyül, mert olyan kitűnő játékosok, hát abban az időben Szűszafer, Hidegkuti Nándi, Tóth Misa bácsi, meg a többiek is játszottak, a Pestiben játszottak, Szolkaferre, a Vidéke, a Siposferre, szóval egy élmény nézni őket, és nagyon jó kis szórakozás volt, hogy volt 6 gól, nagy közönség, és élveztük az egészet. Nagy dolog volt, és azóta én büszke is vagyok. Sőcsi bácsi, hát ilyen volt a barátság, egyszerűen nem volt az, hanem menj innen. Szép volt, jó volt. Viszont a legendás hármas, amit később emlegettek, az úgy nézett ki, hogy Albert Rákosi Szűcs, ami aztán így később nagy barátsággá alakult. Mennyi volt Gyula bácsinak köszönhető, hogy az így alakult, hogy kialakult ez a nagy hármas? De ezt nehéz megmondani, hogy egy házasság hogy tud kialakulni jó vagy rossz irányba. Ez is valahogy úgy szerettük egymást. Lajos is egy nagyon közvetlen, nagyon jó fej. És Flóri is úgy, egy kicsit a Flóri mondjuk egy kis szebb tartás volt benne, de minket az nem érdekelt, és párhova együtt mentünk el szórakozni. Valahogy úgy összenőttünk, és szinte egymás nélkül van, nem is éreztük jól magunkat. És összejártunk, édesanyám, itt laktunk a József Attilán. Édesapám szerezte, kapta azt a lakást, és Flóri azt mondja, kicsi, szólj hozzá, édesanyám, süt palán csintát. Hát mondom, ha beszélünk vele, persze, és akkor fölhívtuk, mondom, beszélj te, Margit néni, arra mennék, mert Flóri is itt lakott a József Attilán. Szóval mi van? Hát palacsint, jó, gyertek. És akkor édesanyám piatok alatt sütött, nem egyet, kettőt, nagyon sokat. 50-60 palacsinta volt, és nem olyan, mint a mostanik, hogy vékony. Meg volt töltve szépen, és akkor bepakoltuk. Édesanyám is nagyon szerette a Flórit, és Flóri szerette a szüleimet, én is az őszre, tiszteltük egymást is. Ez a tisztelt soha nem, rosszul nem volt senkire. Ami olyan volt, hogy más fülének sértő volt, azt ők úgy vették, hogy nem sértésnek szánt, viccelődik az ember minden. Hát most is megvan Lajos, hogy korlátban van. Mondom, mi van, Fidéki gyerek, bírod még? Hát kinn a tehenek elmennek. Na mindegy, szóval ez így működött akkor, és fiatalabb korban, most idősebb korban is. Hogyan tudta meg a Flóri bácsi elvesztését? Hát az a fia hívott, hogy meghalt az édesapja. Én előtte lévő nap szombaton benn voltam nála. És nem akartam elhinni, hát mintha szíven szúrtak volna. Egyszerűen mai napig nem tudom elhinni, hihetetlen. Semmi baja nem volt sose, nem jött velem a Konrád, mindig csaltam. Gyere, megyünk egy, megnézik, hogy van-e van. Ez kicsi, hülye vagy, beteg vagy? Nem akarok már szavakat használni, mert nem lehet kifütyülni. Mondta, nem vagyok beteg, akkor meg menj a csodába. Nem jött. Én bementem, EKG, VS, stb. Kész. Minden ősszel és minden tavasszal kezdetén. Nem tudom miért, úgyhogy bementem. Ő meg nem jött, Lajos se jött. Aztán mindig. Hát az később azért, miért nem hallgattam rád? Hát mondom, mert te vagy a fiatalabb. Lajos is szegély. Hát Flóri se, Lajos se. A kórházat nem is ismerték, csak úgy, hogy én esetleg benn voltam, akkor bejöttek, vagy ki volt írva, hogy kórház. Így, hál' Isten, így ismerték. És hát egy... Szóval mai napig nehéz elfogni, hogy tulajdonképpen mitől halt meg. A mai világban, amikor már szívet cserélnek, lassan már fejet is fognak cserélni, hogy nem igaz, nem tudom elfogadni. Hol történt a hiba? Mondom, előtte lévő nap ott voltam, játszott a tartalék csapat az ülőúton, a óra mögötti pályán, és pont úgy beesett a városmajor, hát arra mentem, mondom, beugrok már, és akkor beszélgettünk, de jó kedvű volt, akkor a műtét után be lehetett menni, feküdt így az ágyon tele a tappancsokkal. Na, hogy nézel ki? És kicsit olyan, mondom, ilyen napozni volt, olyan barna volt, nem tudom mitől.
menj a francba, azt mondja, kísér ki, létszere kell, mondom, én? Hát ne viccelj, mert ilyen vagy te. Megyünk kifele, eldobod magad, és kiabasz a Rákosi elnököt. Na nem megyek sehova se veled, hívja, viccelődtünk. És azon a szombati napon, akkor is jó kedve volt, nem voltam semmi különös, és másnap aztán jött, ami jött. Olyan sikert értünk el, ami tényleg csoda, mert a Juventus magasan a legjobb csapat volt. Sokkal jobbak voltunk, mint mi. Úgy került sor arra az egy mérkőzésre, oda visszavágó lett volna, hogy kint játszunk, és akkor itt van is, vagy fordítva. Erre volt első a vezetőség, Fradi vezetőséggel megbeszélve, egy meccsben megállapodtak, nem ennyi esélyünk volt kint Torinóba, Juventus ellen. Tudomásul vettük. Oké, nincs gond. Azzal magyarázták, hogy több olyan mérkőzés volt itthon, ami két mérkőzésen nem dőlt el, és még egyet kellett játszani, és akkor a valuta ment, mert itthon játszottuk szerencsére, és így aztán úgy döntöttek, hogy nagyobb lesz a bevétel egy meccsen. Nem is foglalkoztunk a meccsen, úgy gyerekek, kimegyünk, semmi, hülyéskedtünk, viccelődtünk, ők a sokkal jobb csapat, mi vagyunk, álljunk oda, nehogy egy 5-6-os kapjunk, az a szégyen lenni, és aztán győztünk 1-0-ra. Utólag azért fenyesség feje tag volt. Utólag azért így jobban alakult, nem? Jobb, hogy nem volt visszavágó már így ezek után. Hát ilyenkor már igen, de azért nem alakult, mert a Juventus, ahogy hallottuk, $1000 játszották fejenként. Mi meg hazajöttünk és kaptunk 6200 forintot. Igen. Mindegy, akkor is nem csináltak ügyet belőle, és sajnos ígéret volt dr. Éri József, akkor volt a szakosztály elnöke, megígérte, hogy szerez majd egy kis plusz pénzt, de ezt nem sikerült neki szerezni, mert az a válasz volt, hogy akár győzünk, akár nem, Szabolcsba telem a burgonya, viccelődés már a vezetőség részéről, és aztán lemondott, mert hogy nem tudta betartani a szállat. Nem csináltak ügyet, mert ennyi. És azért szerettek bennünket, mert valahogy úgy jött ki a lépés a másik fél idő közepétől, akkor úgy meghajtottuk, több eredményt meg tudtunk fordítani. És az a közönségnek tetszik. Nem az elején kell, hogy utána 70-80 percen keresztül lealszik a közönség. És úgy mentek, az látta, milyen szuper volt ez a 20 perc, győztük minden. Így mentek, és úgy bennük maradtunk az emberekbe. Ez volt az úgynevezett fali szív, hogy vesztett helyzetben, és meg tudtuk fordítani az eredményt. És ez nagyon tetszik a közönségnek. Van miről beszélni, mikor mennek haza. Ez a szívóság, ami mindig eszünkbe jut talán Gyula bácsira, hogy a hajtóság, szívóság, meg soha meg nem állás, ami fizikailag megvan, az mennyire volt meg lelkileg az ilyen nehéz pillanatokban, például amikor elveszítette Gyula bácsi a feleségét, akkor, vagy kik voltak azok, akik Gyula bácsi mellé jártak, és akik nem engedték el a kezét Gyula bácsi? Mindenki, ha lehet így mondani. A civil emberek, a szurkolók, mindenki jött, miben tudnak segíteni. De érdekes szutu, mert pont Dózsa meccsen voltunk a lányom, amikor történt a haláleset. Most is Dózsa meccs lesz szombaton, és kedden műtenek. Úgyhogy érdekes a szitu, na de ez van. Hát. Ami megvan írva a nagykönyvben, azt úgy sem lehet elkerülni. A vezetőség, a játékosok tényleg jöttek állandóan, sokszor már szinte terhes volt, hogy de annyira akart minden. Hát ez egy természetes dolog, és mi olyan család voltunk, hogy feleségek is, na nem volt mindenki jól puszipajtás, mert hát más elképzelés feleségeknek. Hát sajnos voltak olyan meccsek, hogy kijöttek a meccsre, azért mondom, mert a én feleségem is kijött, a Ildikó is. Végig volt a mesnek jött, szóval mi volt az eredmény? Mondom, hogy kim voltál, nem? Beszélgettek, hát mindent megbeszéltek, de szurkoltak nagyon, és tényleg összetartó család volt, erről volt híres a Ferencváros, egy nagy család.
ami a foci mellett, hogyha lehet mondani, egy nagy szenvedélye volt Gyula bácsinak, aztán a fotózás volt, meg a videózás, amikből ugye szerencsére mi is kaptunk felvételeket. Az honnan jött Gyula bácsinak, hogy mindent megörökíteni? Nem tudom, megmondom, hogy nem tudom, mert hát mi időnkben gyerekkoromban nem volt gép, öröttünk, vagy pár cipünk volt. Aztán, amikor úgy első csapathoz kerültem, hát mondom, meg kéne örökíteni. És akkor elkezdtem NDK-ba, vettem egy Altix, úgy hittem, kis gép, külön kellett mérni az időt, a fényt, a Istenem, de ki voltam. Ez is sikerült, és akkor következő gép már valamivel jobb lett, aztán végül bár először kezdtem volna kamerával, csak hát az is pénz kérdése, és ilyenekre sajnáltam úgy a pénzt, de úgy visszanézve, hogy tényleg mi mindent fényképeztem, filmeztem, fantasztikus dolog, és nagyon örültem, hogy ez hobbim lett, ha lehet így mondani. Nem jöttek az rikák, hogy állandóan videózott Gyula bácsi? De, a Flóri mindig azt mondja, menj már a fenébe, hát mindig fényk, adjál már béke, mondom, csak egy pillanat az egész. Mert persze, hát a csapat azért összeálltak, szóval nem volt gond, de mindent, vagy étkezésnél, hogy Lajos barát, Szűcs Lajos azt mondja, hagyjál már, ne engem filmezél. Akkor épp a Gellértben például, amikor voltunk a Flórinak ott szülinapja, és akkor nem mondom, felveszem. Ilyenek voltak, de ez nem bántó volt, csak hát rikából, hogy ne engem filmezél. Tehát itt is van egy csomó olyan fénykép, a Flórival vagyok lefényképezve minden. Úgyhogy azokat szeretném ide kimenteni, mert később, most Réka lányom akárkinek odaadja, már megmondtam neki, hogy a Tobak Csabát az feltétlenül ezt kell megkeresni, de úgy érzem, hogy itt, most, hogy volt a nagy meszelés egy kicsit a lakásba is, és nem rakok most már mindent vissza. Először is olyan fárasztó, zászlót, egy csomó van, hanem ami tényleg olyan, hogy szívesen visszagondolok rá, azt fölteszem. Mire a legbüszkébb ez alatt a 80 év alatt Gyula bácsi? Húha! És mindenre. A legnehezebb az volt, amikor megszülettem járni, tanulni, igaz? Aztán későbbiekben, hát az, hogy megértem ezt a kort, nagyon nagy dolog, helyek közel, hát voltak kisebb sérülések, betegségek, átvészeltem, és most megint ott állok, hogy 80 év visszagondolva, fantasztikus mennyiség. Még azért szeretnék egy pár évet, hogy egy pár fradi bajnokságot nyerjünk, minél előbb, az a tuti. Hát az, hogy Fradiba tudtam játszani, ide tudtam kerülni az első csapathoz, aztán a válogatottba, bajnokságokat nyertünk, világban, olimpián szerepeltem. Erre minden, nem lehet külön, hogy csak erre vagyok büszke, mert én minden kis dolgot meg, még a mai napig is, minden kis dolgot megbecsülök. Szóval nincs olyan, hogy száraz a kenyér, dobjuk ki. Feldarálom, madaraknak elszórom. Így nevelkedtem, mert 50-es években, amikor már jobban visszaemlékszem, azért sok minden dolog nem volt nekünk. És meg kellett, nem volt úgy, hogy ma látom fél kiló kenyér félre van téve, ki van dobva. Már nem olyan, mintha friss. Hát persze friss, de a mi időnkben nem lehetett, mert spórolni kellett. Ha eltört egy tányér, én sírtam. Nem azért, mert eltört, hanem azt pótolni kell, és az pénzbe kerül. Szóval ezekre a dolgokra én mai napig is nagyon szerettem. A kocsival történt valami, hát oda-vissza voltam. Ma már egy kicsit lazábban veszem, mert mindig azt mondom, ami a nagykönyvben meg van írva, azt nem lehet elkerülni. Úgyhogy örülök, hogy itt lehetek. Örülök, hogy egy olyan Ferencváros lett most, hogy ott vagyunk mindig a csúcson, közelébe. Mondjuk szomorkodok, hogy a közönség, a tábor az lehetne nagyobb, mert egy ilyen szép stadionba, és ne csak akkor jöjjenek meccsre, amikor úgy érzik, na most tuti meccs lesz, hanem akkor is kell a szurkoló, amikor hát gyengébben megy a csapatnak, főleg akkor kell, már megy valami, akkor is kell a segítség, nem kell annyira, amikor nem megy, és nem kell egybeszédni őket, hogy na most az anyátokat, hanem bíztatni kell, ugye mi időnkben, 50-es években a Kinizsi,
nem volt jó csapat, és mégis ott tudott lenni a középmezőnybe. Azért olyan tábor volt, utolsó percig visszadták a játékosokat, és azok mindent megtettek a sikerért. Ezek a nagy dolgok. Zárszóként 80. születésnap közeleg, nyilván lesznek fontos események. Most még mit kíván a Gyula bácsi magának, ha kívánhatna egyet? Hát egy a műtéten sikeresen essek át, bízom az orvosokban, bízom, hogy nem lesz semmi probléma, és remélem, hogy Jóisten megsegít ebben, hogy még egy komoly bajnokságnak, több bajnokságnak, bajnok csapatnak tudok drukkolni, szurkolni, mert amíg egészen meg engedi, természetesen jövök a meccsekre és drukkolok a fiúknak, bármilyen gyenge a csapat, én akkor is drukkolok, mert tudom azt, hogy a játékosok mindig győzni akarnak, mert azért pénz jár. És akkor mi miért szígyük őket? Az, hogy gyengébben megy, hát ez előfordul, ez egy ilyen játék. Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy gyengébben megy a játék, hogy ne lehessen futni, mert futni lehet. Ahhoz úgy kell hozzáállni, hogy legyen erő, és a futajátékos, a szurkolóhoz, igen, mindent megtettek a sikerre, és sajnos nem sikerült. De hogyha nem fut a játékos, akkor és olyan játékos jöjjenek Fradiba, akit legyen, bárhonnan jöhetnek, akik a Fradi az ötfél színekért mindent megtesznek.